A Szabadka-Horgos vasútvonalon a sineket Horgostól Palicsig már teljesen felszedték. Egy hónapja zajlanak már a munkálatok. A horgosi lakosok türelmesek, hiszen régóta várnak már a vasút felújítására. Nagyon is örülök neki. Kicsikét kellemetlen most én nekem abból részben, hogy főbontották, és ott jártunk körössze a temetőbe, de ez megoldódik. De ennek nagyon örülök, úgyhogy időszerű már, hogy csináljanak valamit. A palicsi lakosok is örülnek, hiszen egy lépéssel közelebb kerültek ahhoz, hogy gyorsabban és kényelmesebben eljussanak Szabadkáról Szegedre. Nagyon örülök neki, hogy lesz új vasút, hogy Szegedre nyugodtan az unokámhoz el tudok menni, mivel oda jár egyetemre, és ő is nem kell, hogy várakozzon olyan sokat a határon, a kocsisort nem kell kivárni. A munkálatok befejezésének határideje jövő szeptember. A személyvonatok Szabadka és Szeged között 120 km/órás sebességgel közlekednek majd, így akár 40 perc alatt a magyar városba érhetünk. A legmodernabb európai szabványú irányító és biztonsági rendszerrel villamosítva lesz a vasútvonal. Én azt hiszem, hogy teljesül ezzel az a régi vágyunk, hogy Szeged és Szabadka között modern vasútvonal épüljön ki. A vasúti átjárók sorompó rendszerrel lesznek védve. Palicson és Horgoson a gyalogosoknak és a bicikliseknek a vasúton való könnyebb átjárását pedig aluljáró biztosítja majd. A Szabadka-Horgos vasútvonal felújítását követően a palicsi, hajdújárási, horgosi és királyhalmi állomásokat is felújítják majd.